Már nem kell sokat aludni azoknak az agyvaszántói kisgyermekeknek, akik bölcsödébe szeretnének járni. Jó hír, hogy az újonnan épült bölcsödére még december 13-án megérkezett a használatba vételi engedély, és várhatóan tavasszal már birtokba is vehetik a csemeték, miután a működési engedélyt is megkapta rá az önkormányzat. Most már úgy néz ki, hogy minden akadály elhárult, azt a választ kaptuk a hatóságoktól, nagyon-nagyon sok munkát tettünk belőle, hogy és nagyon sokan segítették a munkánkat. Most én szeretnék is kiemelni, nem szoktam, de Kotóz Gábor és Gál János itt dolgoztak reggeltől estig, és természetesen az önkormányzat dolgozói, a kollégáim is nagyon hálás vagyok nekik, hogy itt voltak, illetve egy cég, az Inotál Kft. környékbeli cég adta a gépi munkát, és a konténereket ő szállította el, és az önkormányzatomnak így a posta az elbontása nem került pénzbe. És hát meg kell köszönnöm még a postának is, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat saját költségen elbontsa az épületet onnan mellőle, mert 6 méteren belül nem lehet semmi. És másnapra olyan fotót tudtunk produkálni a hatóságoknak, hogy 6 hat méterre van egy csík húzva, hogy ott nincs semmi. És azt nagyon köszönöm mindenkinek, aki segített, meg a, meg a gyerekeknek és a szülőknek a türelmét, hogy Ö, egy kicsit tudnak ránk várni, hogy elindítsuk a bölcsődét. A berendezések hamarosan a helyükre kerülnek, hogy azután a hatóság is meg tudja nézni, hogyan fog kinézni Zagyva Szántón a Virág bölcsi. S hogy jól induljon a 2024-es év örömhír, hogy a Top Plus pályázaton nyert a település, így a köztársaság út és a Szent Erzsébet park körül is készülhet aszfaltborítású út és járda, napelemes közvilágítással és parkosítással.